magunk ügyeletére 19 óra 33 perckor érkezett egy jelzés, hogy körülbelül egy 20 méter hosszú és 10 méter széles bálázott szalma tárolására használt épület teljes terjedelmében még. A szolgáltató szolgálat parancsnok 2-es kiemelt fokozatot rendelt el. Körmendi lakhagyából 4 fecskendő, 2 idegenszer szombathelyről vesz részt jelenleg az oltásba. 5 sugárral kezdtük meg az oltást, jelenleg ez 3-ra csökkent. A telephely vezetőjével felvettük a kapcsolatot, ő munkagépet biztosított. Munkagép eltávolítja az égő anyagot az épület részből, és a sugár fedezettel oltjuk, és folyamatosan így történik a munkálat a vége. Fogsz a szénabál! Hármiát hoztik voltam, semmi nem volt. Hát itt voltam hármiát, 6-6 óra mentem, arra semmi nem volt. Negyát hétkös, itt jártunk semmi. Ez a pillanat alatt látszik, hogy hát azzal megyek vacsorálok, meg már telefonálok, hogy valamit ők hoz. Meg hallom a robbanást, mondom, mi az atya úristen? Egy pillanatszerűen történt az egész. Tehát ezt látja, hogy nem véletlen, nem öngyulladás, a 100%. Valami olyan, az, hogy mind a 8 láb tűzgátló fallal védve a szénát az előírás szerint, és pillanat alatt mind az egyik berobbanik, szinte egyformán ég, az azt jelenti, hogy valami olyannak kellett történni, ami nem természetes dolog.